mai estén talán az egyik legszebb zsoltárt szeretném átelmélkedni, a 139-est, amely éppen a protestáns fordítás szerint is, és a katolikus fordítás szerint is ezen a számon szerepel. Egyébként most a Biblia magyarázó jegyzetekkel című Bibliából fogom elolvasni, ez a reformátusok új kiadása, aminek az a érdekessége már, hogy ebbe is van magyarázat. Korábban nem volt a protestáns Bibliákban, csak a katolikusban, de ebben van magyarázat is. Tehát éppen azért, hogy többféle fordítást élvezhessünk, hallassunk, innét vezem, kiváló fordítása ez a Szentírásnak. Így szól a Zsoltár. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom fölfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem? Mi hatalmas azoknak száma? Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Most egy kis ószövetségi betét következik. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram? Ne utáljam-e támadóidat? Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim élettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Kis gyűlölködő betét kivételével egy csodálatos zsoltár ez, amikor a papi vagy a szerzetesi zsolozsmában ezt imádkozni szoktuk, ezt a részt mindig kihagyjuk, de a teljesség kedvéért ezt is fel kellett olvasnom, és valószínűleg ezzel függ össze, ezzel a résszel a zsoltár keletkezése, mert ez az ember az ellenségeitől szorongatva volt, és akkor számot vett, hát én ilyen volnék, én nem olyan vagyok, mint amit az ellenségeim rólam mondanak, és ekkor fordul az Istenhez, és mondja azt, hogy ismerj meg engem. Tehát az ószövetségi Istenhit egyik legszebb szövegemlékével állunk szemben, amelyben egyszerre benne van a háladás, a dicsőítés, a meditáció, ami egy egyedülálló terméket ad. A megírásának idei egyébként ismeretlen oka, tehát éppen az lehet, amit én itt említettem, hogy az ellenségeitől szorongatva valaki. Valószínűleg ugye a korai időből való, bár amíg nem hangzott el a hegyi beszéd, addig az ellenség szeretetét hát nem igen ismerte az emberiség,
és ő még nem tudott különbséget tenni a gonoszság és a gonosz között az ószövetségi szerző. Van benne egy ilyen mitológiai utalás is, pontosan az, hogy az anyám méhében mielőtt megalkottál volna, én már ott voltam a föld mélyén. Ugyanis a mitológiák mondtak ilyeneket, hogy az ember valamiképpen a föld méhében is már ott volt, hiszen a föld porából vétettünk, de ez a gondolatpárhuzam, ez nem jelenti azt, hogy ő azonosul is ezzel ez a szerző, vagyis azzal, hogy mi valóban a föld porából jöttünk volna elő. Itt csupán egy hasonlatról van szó, amit fölhasznál. Azzal van ez összefüggésben, hogy az Isten minden tudását állítja előtérbe. A minden tudását, ami egy olyasfajta tudás, hogy az Isten átlátja az általa teremtett világot, és ugyanakkor ez a minden tudás nem predestináció. Tehát nem rendel bennünket a jóra vagy a rosszra előre. Itt azonban ugye mi különbözünk a protestáns teológiai fölfogástól, mert az előre rendeltséget azt csak pozitív értelemben szoktuk vallani, például Szűz Mária esetében, hogy őt kiválasztotta, vagy a prófétákat kiválasztotta az Isten, de semmiképpen sem a gonoszságra, vagy a rosszra, vagy pláne nem a kározatra nem rendel bennünket az Isten. Mert az előretudás nem annyit jelent, hogy egyszerre oda is rendel bennünket. Ha valaki a Gellért hegyről nézi a Erzsébet hídnek a forgalmát, és előre látja, hogy összeütközik két autó, ez nem azt jelenti, hogy ő ezt akarja is, csak látja előre. Hát ezzel a hasonlattal talán közelebb lehet vinni a minden tudást és a predestinációnak, az előrerendelésének a szétválasztását. Ószövetségi gondolat, hogy az ember belső szervei, a lélek szervei, hogy a vesék és a szív. Nem az agyra gondoltak, egyébként a lélek a keresztény bölcselet szerint behatárolhatatlan. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valamelyik testrésünk, testrészünkhöz úgy kötődik, hogy az önmagába hordaná. Hiszen szinte már majdnem mindent ki lehet cserélni az emberben, sőt, ugyabban azt is tudjuk, hogy még az agysejtek is szaporodnak, amiről korábban nem tudott a tudomány, pótolják önmagukat, tehát nem annyira kötődik a lélek, mégis, hogyha ilyeneket mondunk, hogy a szív, akkor az a biblikus gondolkodásban a gondolatok tárházát és a személyiség központját jelzi. A vesék, az akaratnak, az érzelemnek a helyei a ókori ember gondolkodása szerint, ezért mondja, hogy vizsgáld meg a vesémet, szívemet, és te akkor igaz képet tudsz rólam alkotni, mondja a szerző. Az Isten minden tudása nem félelmet akar kiváltani a hívő emberben, hanem éppen bizalmat. Az Isten tudja, hogy én mit teszek. Régen írták a gyerekek rá a vonalzóra, hogy Isten szeme mindent lát, ne lopd el a léniát. Mi nem így gondolkodunk az Isten minden tudásáról, és még azt sem gondoljuk, hogy ő mint egy csendőr vagy rendőr, ugye figyel bennünket, hogy most mikor bűnözünk, hogy a fejünkre üthessen. Mert pontosan éppen ez a gondolat van benne, hogy az Isten a abszolút szeretetében és jóságában ismer meg bennünket, ezért tud helyére tenni, még rosszaságunkban is. Erre még azonban szeretnék kitérni. A magyar irodalomban Berzsenyi Fohászkodás című versében van egy olyan gondolat, amit 100%-osan állíthatunk, hogy ebből a zsoltárból vett ki az evangélikus vallású nagy költőnk. Amikor azt írja a versben, bizton tekintem mély sírom jelét, zordon, de ó nem. Nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Nehéz olvasni is még ezt a verset, mert az ember fejből is tudja, de ez
rímes vers vagy időmértékes vers nehéz még így prózában is olvasni, hogy biztos tekintem mély sír a mély jelét, mert te ott is ott vagy, hogy csontjaimat a nap támadat szárnyára kelnék, a tenger túlsó végén laknék, ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, mondja, te ott vagy. Tehát ebből a versből vette ki, ebből a zsoltárból, egyébként a klasszikus magyar irodalom szinte át van szőve a Szentírásnak a szaivaival, hát már csak ezért is illik, már csak ezért is illik ismerni magyar embernek vagy kultúra embernek a Bibliát. Most ismerj meg engem, fölteszi a kérdést és a kérés, vizsgálj meg Istenem, ismert meg szívemet. Ez egy nagy kérés az ember részéről, de ugyanakkor annak összevetésével is társul, hogy az embernek is van ősidőktől fogva egy törekvése, hogy önmagát megismerje. És azt lehet mondani, hogy nem tudunk a végére jutni. Ha egyszer a teremtésnek a koronája az ember, ezt valljuk, mert a legmodernebb tudomány is vallja, hogy hozzá hasonló ebben a nagy univerzumban az emberhez hasonló nincsen. Hát a nagy univerzumot sem ismeri meg az emberiség, már csak méretei és az idő korlátai miatt sem. Gondoljunk a Minden Tudás Egyetemének sok-sok értékes előadására. Megismerhetetlen. De az ember is ugyanígy megismerhetetlen. Talán biológiájában föltérképezhető, ugye mondják, hogy már géntérképünk megvan. Tehát az emberi biológikumot sem lehet tökéletesen ismerni, mert akkor egyszerűen a betegségek is megoldódnának. Tehát még az is ismeretlen sokszor az ember előtt. Hát még a lélek, amely feneketlen mélység, mondja a zsoltáros is és Szent Ágoston is. Ezért volt egy nagy törekvése az emberiségnek, hogy megismerje önmagát. Jó lenne úgy látni, mint ahogy Isten lát. A Delfi Jósda templom fölirata volt a sokat idézett szálló, így, hogy Gnotisze auton. Ismerd meg önmagadat. Mert valahol itt kezdődik az emberség, hogy reflektálok önmagamra és megismerem önmagam. Bár éppen Goethe mondja, hogy nem föltétlen jó volna, hogyha az ember tökéletesen ismerné magát, mert esetleg nagyon csalódna. Ahogy amikor egy másik embert közelebbről megismernék, minden, jaj, hát ez ilyen is, akkor csalódik egyet. Most, hogyha magát is megismerné, akkor teljesen elkeseredne. No de az ember kezdettől fogva próbált önmagát föltérképezni lelkiségében is, és hát ugye már az antik világra visszamennek azok a megállapítások, hogy vannak szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus emberek, ezeket mi ismerjük. De ha csak mondjuk a 20. századnak a lélektanára gondolunk, hogy mind-mind egy akkora nagy disziplína volt, hogy nem csak, hogy egy pár órába tanítják őket az egyetemen, hanem iskoláik vannak. Ugye, hát gondoljunk Freudra, aki a tudatalatti világot robbantotta be az emberismeretbe, hogy az embernek van egy tudatos és egy tudatalatti világa, ami roppant módon meghatározza nem csak a jelleme, a külső környezet, vagy a biológiai adottságai, hanem egy tudatalatti világ. Aztán egy Jungnál, hogy van egy külső ember és egy belső, van a tevékenykedő technokrata ember, és van egy meditatív belső ember, ami nem föltétlen vág össze egy-egy személyiségben, mert másként éljük meg kifelé önmagunkat, és másként befelé. Vagy egy Kretschmer, aki azt mondta, hogy az emberi alkattal is kapcsolatban állnak a jellemek, az biztos, hogy mondjuk egy piknikus ember általában barátságosabb, meg mosolygósabb, mint egy szikár. Hát ez alkati adottság, ugye? Ebből is egy nagy, hatalmas pszichológiai kikövetkeztetés született, vagy Adlernél azt mondja, hogy az emberben annyi kisebb rendűségi érzés van, gyerekkoruktól kezdve, amikor mondják, hogy elhőséjét, ez ahosét, ez ügyetlen vagy, stb. És benne van ez a kisebb rendűségi érzés, ami aztán átvált a hatalom akarásába, vagy nem vagyok én, azt, hanem akarom a hatalmat, és akarok érvényesülni, és erre épít fel egy lélektani dolgot, vagy egy Szondi Lipót, ugye, aki képeket rak ki, és a sors analízist, elemzést, hogy abból, hogy milyen szálakon jutott el az ember oda, ahol van. Szóval én ezt csak úgy földobom, és ezek ismert dolgok azért a mai
művelt ember előtt, hogy ezek vannak, de arra jók, hogy megmutassák, hogy nem tudjuk megismerni az ember. Egy öreg ügyvéd mondotta, hogy nagyon hosszú praktizálása után eljutott arra a bölcsességre, hogy az emberek 95%-a, amikor hozzáfordul egy peres ügyben, nem ismeri el azt, hogy ő is vétkezett. Tehát 5% az, amelyik azt mondja, hát igen, hát én is hibás voltam, és valami, de a 95%, mint felperes, úgy megy oda, hogy ő az ártatlan. De aztán az alperes is ezt mondja. Nem döbbenet ez? És hogy milyenek vagyunk, hogy hiába van minden pszichológiai tudomány, mindenféle lélektan, az ember nem ismeri önmagát, és következésképpen nem ismeri a másik embert sem, és nem ismeri el a bűneit sem. Néha a költők jobban rátapintanak, mint mondjuk a maguk a szaktudósok az ember lényének a vizsgálatánál. Ugye Móra Ferenc egy nagyon bölcs írónk volt, egy igen nagy ismerettel, tudással gondolkodik sokszor az emberi sorson, azt kevesen tudják, hogy ő verseket is ír. És van neki egy ilyen című vers, hogy a szív, amelyben ez a sor is olvasható, a legfurcsább csavargó, minden lépése új talány. Az emberi szív legfurcsább csavargó, minden lépése új talány. Nem lehet sokszor kiszámítani, hogy miért tesz így egy ember, miért, és még ő maga se tudja sokszor az ember. Vagy Arany János Széchenyi nagy versében azt mondja, nem láttuk-e szív néha mit palástól. Nem láttuk az igazi mozgató rugóit. Megvetettük sokszor őt, és láttuk, hogy megőrült, de ugyanakkor láttuk egy hatalmas egyéniség. Szóval nem lehet tudni sokszor egy emberről, hogy ki kicsoda. Na most az Isten ismer bennünket. Nagyon jól ismer bennünket, és éppen ez a menetékünk. Miért? Mert ő olyan rugóit is ismeri az emberi létnek, amit mi talán nem ismerünk. Hogy bennünk mennyi félelem van, mennyi szenvedély van, amit nem ismerünk el, amelyek talán éppen fölmenthetnek bennünket. Hogy Montaigne mondja, mindent megérteni, egyet jelent az, hogy mindent megbocsájtani. Ez talán így túlzás, de sokszor, ha én annak az embernek neveltetését, motivációit, félelmeit, stb. Ismerném, akkor nem mondanék róla fölület és bírálatokat. Mert akkor az ő helyében, ugye, nem biztos, hogy másként tenni. Van egy ugye, régi vicc, hogy a katona, két katona ott van a lövészárokban, és az egyik katona mondja a másiknak, hogy te félsz. És azt mondja, visszaválaszolva neki, ha te úgy félnél, mint én, már rég elszaladtál volna. Tehát ugye van benne egy szellemesség, hogy az ember nem tudja a másiknak a belső félelmét és a motivációt. Mert hogy bennünk aztán sok minden van, ezt az Úr Jézus is elmondott a farizeusokkal való vitatkozásában, de legjobban ugye Szent Pál látta a pogány római világot, ami kísértetiesen hasonlít a mai világhoz. Még úgy is, hogy egy nagy birodalom részese volt a kis zsidó állam. Egy nagy birodalomé, az a római birodalomé, ahol voltak nagyvárosok, annak mindenféle kellékével volt római imperializmus, és így tovább a békének a szózata és a leple alatt és ürügyén igázták le a népeket. Kísérteties a mai világra vonatkozóan. Szent Pál elmegy Rómába, látja ott, hogy mi megy, és akkor azt mondja, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre, képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulatúak, besúgók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, dicsekvők,
találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték az Istennek az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók halálra, és mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Hát teljesen a mai világra valók, úgy, hogy dicsekvők. Hát ma másé hallunk, hogy bizonyosan milyen jók, vagy többi szidják magukat, meg kiemelik. Szóval annyira illik ez a korkép a mai világ diagnózisára. Ebből látszik, hogy végül is az ember, mint ember változatlan. Szóval körülöttünk sok minden változhat. Technikai vonatkozásban, de az emberi szív, az ember személyiségének központja, alapvető örömei, érzelmei, bűnei változatlanok. És itt nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy fejlődés van, mert az ősegyház szentjei olyan magas piedesztálon vannak, hogy minden korok számára eszmények lehetnek. Tehát az, hogy az Isten ezt tudja. És éppen ezért van egyfajta vigasztalásunk is. Miért? Mert ha valaki ezzel szembesül, akkor esetleg elkeseredik. És depressziósá lesz, hogy hát ilyenek vagyunk. Föladja a reményt. Főként, hogyha arra gondol, hogy legalábbis elvben mi valljuk, hogy van kárhozat. Erről Jézus tanít. De nem mondta ki az egyház senkiről azt, hogy ez és ez az ember oda jutott. Még talán Júdásról sem. Mert az abban a pillanatban volt érvényes, amikor azt mondta, hogy a kárhozat fia. Ahogy Péternek volt olyan pillanata, amikor azt mondta rá Jézus, te sátán, takarodj innét. Abban a pillanatban. Na most föltételezhetjük, hogy Júdásnál is volt alkalom. Bár ugye nagyon kemény szavakat mondunk az Úr Jézusról. De sokan azt mondják, hogy ha egyszer van túlvilág, és én eljutok az üdvösségre, én hogy érezném, hogy jó magam, hogyha barátaim közül, rokonaim közül valakik a kárhozatban lennének. Én meg tudnék neki bocsátani. Hát ha én meg tudnék bocsátani, az Isten ne tudna megbocsájtani. Az Istennél nincs irgalmasabb. Fölül múlhatatlan az irgalomban. Ő azokat a momentumokat is tudja, amit mi nem tudunk egy emberről. De nem azt jelenti, hogy hát az ember akkor bűnözzön bátran, hanem a kárhozat az mindig a megátalkodottsággal kapcsolódik. Tehát a megátalkodott ember, aki nem akarja az üdvösséget, azt Isten sem tudja megmenteni. Mert a szabadságát ott is tiszteli. Tehát ez az Isten emberekre vonatkozó ismereténél, ez egy vigasztaló számukra, hogy az Isten tudja a mi életünket. Ezért kell ugye hálát adnunk, dicsőítenünk őt, mert állandóan a jelen létében lehetünk. Ez azonban nem szabad, hogy mondjuk egy olyan lelkiállapottá váljék, hogy az ember ne tudja miatta végezni a munkáját. Mert az Istenre való gondolás és jelenlét az nem azt jelenti, hogy nekünk szüntelen arra kell koncentrálni. Ugye egy protestánsok szokták azt mondani, hogy hát ha én hinném, hogy az Eukarisztiában valóságosan jelen van az Úr Jézus, én soha el nem jönnék onni. Hát ezt nem lehet megtenni. Hát maga Szűz Mária is elengedte Jézust, a 12 éves Jézus, már harmadik napon jutott eszünk, hogy hol is van ez a gyerek. Ugye? De hát az Isten jelenlétében való lét, az valamiképpen olyan, mint a gyermeknek a szülők jelenlétében való lét. Tehát ő tudja azt, hogy abban a házban, vagy abban a kertben, ott vannak a szülei, és ezért őt nagy baj nem értheti. Tehát itt jön talán az a freudi megállapítás, hogy az embernek a tudatalatti világa is tud biztonságot is adni,
ahogy tud félelmet is adni. Hogy mi tudatalatti világunkban tudjuk, hogy nem történhet velünk nagyon nagy méltánytalanság, vagy illetve olyan rossz, amit az Isten ne tudna, illetve ami miatt a sorsunk tragikussá válna. Azért mondom, hogy tragikussá, mert az emberi élet, ami fölfogásunkban lehet drámai, de soha nem tragikus. Mert mindenből van menekülés, és mindenből van üdvösségre jutásnak lehetősége. Ez is ennek a Zsoltárnak egyik örömhíre. És amit itt mond? Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Miután megismerte az ember szívét, mondja, hogy vezessen és hívjon bennünket az eszményre. Mert hogyha a szív a személyiség középpontja, akkor ott szólít meg bennünket az Isten, és úgy hív bennünket, éppen ezáltal. És talán lehetne azt mondani, hogy mint mindenben nagy dolgokra vállalkozni és eszményekért élni általában fiatal korában tud az ember. Fiatal korban tudja az Istennek ajánlani az életét, úgyis, mint szerzetes, úgyis, mint házasember, illetve a házasember fiatal korban tud úgy ígéretet tenni a másiknak, hogy abban benne van az egész személyisége. Adi Endre, aki hát megjárta az élet útját, és hát többször szoktam idézni, amikor halál előtt már ugye a Csinszkával házasságot kötött a Bonca Bertával, akkor azt írja, hogy beteg szívemet hallgatod. Mi beteg most milyen vásod? Dobbanását nem tudja más, csak a te nagy szerelmes akarásod. Nem tartja más, dobbanását nem tartja más, csak a te nagy szerelmes akarásod. Ő már tudta, hogy az ő szíve milyen beteg és milyen vásod. Az ember a szívét nagy dolgokra fiatal korba tudja odaadni, de mégis tudja végül is fiatalságát tartani, a szívnek az odaadását. Talán már mondtam ezt a példázatot, hogy amikor a liturgikus reform volt, akkor ugye nagyon sokan hát óckodtak, hogy most minden megváltozik az egyházban, és hát a háttal misézésből szembe misézés lesz, sok mindent kirakunk helyette, egyszerűsítve beteszünk, és akkor hát emiatt nagyon sokan hát még lázadoztak is az egyházunkban. A gyóni szociális otthonban, ahol nővérek laktak az én gyerekkoromban és főként abban az időben, ott olyan simán ment ez a liturgikus átalakítás. Pedig már akkor is idősek voltak, ha szabad egy ilyen személyességet mondani, hogy ugye most a itt lévő tisztelendő anya még a legfiatalabbak közé tartozott akkor, amikor ott volt, de tőle 10-20-30 évvel idősebb nővérek voltak. Kérdeztem a Lénád atyát, hogy fogadják ezt a nővérek? Akkor azt mondta, hogy azt szeretnénk az Istennek adni, amit 20 éves korunkban adtunk. Azt a fiatalságunkat és azt az ideális elképzelésünket. Az Istennek fiatalon érdemes adni a szívét a keresztény embernek, ne csupán Istenhez hanyatló árnyék legyen. Jó, az is egy nagy kegyelem, inkább akkor, mint soha, ugye? Tehát az is egy nagy dolog, hogyha még akkor valaki az Istenhez fordul, öregségébe betegáljon, de hát azért fiatal adja a szívét, vezess engem az örökké valóság útján. Ismerd meg gondolataimat. És itt jön egy nagyon nagy probléma. Ismerd meg gondolataimat. Milyen gondolatai vannak a mai embernek? Én úgy gondolom, hogy valóban két országban, Magyarországon,
A Vizier Szilveszter akadémikus elnök úrral beszélgettem mostanság, és azt mondta, a Mindentudás Egyetemére körülbelül annyi levél, telefon, internet érkezik, mint a valóság sorra. Hogy két világ van. Az egyik helyen egy szellemileg ledegradált, infantilissá tett ember, aki azt tartja eszménynek, amit meg kéne vetni. Amit meg kéne vetni. Mert ennyi erővel minden kocsmába be lehetne tenni a rejtett kamerákat, hogy hogy viselkednek az emberek. Az ilyen embernek a gondolatai nem lehet az eszmények irányába. Mert azt látja eszménynek, hogy mi ott van az a félárati emberi létet. És van egy másik, aki törekszik. Talán nem is vallásos, de értékeket keres. És aki értékeket keres, az Istent keresi. Mert valamiként Isten van minden gondolatnak az alján. Szintén Adi mondja. Ismerd meg gondolataimat. Ha az én gondolataim az értékeket keresik, akkor az Isten gondolataimmal találkoznak. És úgy tud vezetni engem az örökké valóságnak az útján. Tehát érdemes erre is oda gondolni, hogy a mostani helyzetünkben, amikor özönlik ránk az információ, akkor milyen irányba állítjuk be a mi gondolatainkat, a mi szívünket, mert csak akkor tud az Isten vezetni. És hogyha már kellőképpen sokat cittam ezt a Big Brother-t, meg való világot, én 5-5 percet fejeztem bele, csak azért mégis, hogy tudjam, hogy miről van szó, de egy prédikációt visszahallottam, amelyben ez volt szó. Erről volt szó. Az életnek szinte minden helyzetében láttuk őket, de egyben nem, hogy imádkoztak volna. De hála Istennek, hogy ilyen állatforma emberek nem válnak ilyen képmutatóvá ott, hogy még hogy a közben azt is tenni. Tehát ezt mondom, hogy ez a világ, ez a gondolatrendszer, nem, hogy az Istenért, semmiért nem tud lelkesedni. Lelkesedni azt tud, aki az értékeket keresi. Tehát vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóságnak az útján. Csodálatos vers ez, és csodálatos szép zsoltár. Most éppen ezért, ezt tudnám mondani még, hogyha úgy nem is kérem számom, mert ezt már mondták nekem, hogy hát én nem csinálok egy kis házi feladat vizsgálást, erre itt nincs idő, hogy próbáljuk meg az Isten szemével látni önmagunkat. Ő hogyan ismerhet bennünket? Már az is nagy dolog, hogyha valami közeli barátnak a szemével próbálom önmagamat látni. De hogyha az Isten szemével próbálnám látni, akkor talán másképpen tennék sokféle dolgot. Márpedig Isten az örökké valóságnak a szempontjai szerint lát, és ítél meg engemet. És éppen ezért hát nekem azt kell keresni, hogy melyek az ő gondolatai, és hogyan tudnék én azon az úton járni és kelni, már csak azért is, hogy lelkiismeretén nyugodt legyen, és egy boldog életet tudjak élni. No tehát, ez a zsoltár, ami az Isten jelenlétének, az Isten minden tudásának a zsoltára, ez indítson bennünket a háladásra, ahogy annak idején megírták, és ahogy mi ezt imádkozzuk a szerzetes, illetve a papi zsolosmában. Én ezt most még egyszer imádságként és imádság formájában is el fogom imádkozni, mert annyira gyönyörű. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat,
és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, de már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom fölfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennyben szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájában feküdnék le, te is ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Ti alkottad verseimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna, alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Legszívesebben, hogy azt mondaná az ember, hogy amen, de még csak egyetlen egy gondolatot emelik ki belőle, hogy az ő keze rajtunk van, ezt mondja. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Amikor még nagyon nehéz idők voltak Romániában, akkor Jakab Antal püspök úrral beszéltem, Márton Áron utóda volt, mondom, hogy élik meg ezeket az üldöztetéseket. Akkor azt mondta, az Isten tenyerén, az Isten kezén vagyok. Nem kell félni semmitől. Mondta ezt kiszolgáltatottságában egy erdélyi püspök, és ebben nagyon hitt és nagyon bízott. Hát így legyünk mi is, bármilyen veszélyek is vannak ebben a világban, és félelmetes felegek tornyosulnak, nekünk keresztényeknek hinni kell azt, hogy az Isten gondviselése az mindig erőt ad ahhoz, hogy helytálljunk. Köszönöm szépen!